haladtunk Vajka irányába, és az út annyira jeges volt, hogy az autó irányítatatlanná vált. Olyan 40 km/órával jött a kollégám, a szembe jövő Audi az is körülbelül ilyen 30-40-nel, és próbáltuk lehúzni az autót a szalagkorlát fele, de sajnos az autó hátulja megindult, és irányítatatlanná vált, és így sajnos nem bírtuk elkerülni az ütközést. Igazából ez eléggé jeges, ugye, mert itt elég hideg van, nincs ami védje az utat, és elég csúszós, igen. Aki sokat jár erre, az tudja, hogy itt óvatosan kell közlekedni, de hát sajnos még az óvatosság ellenére is megtörtént a baj. Szerencse kérdése volt, megmondom őszintén, mikor kiszálltam, az első gondolatom, hogy minden rendben van-e velünk. Végignéztem magamon, hogy nincs olyan sérülés, de hál' Istennek nem. A második reakció, ugye hallottam a hölgyet az Audiba, hogy ő neki beszorult, őt megpróbáltam kiemelni, sikerült, és utána rá két percre itt volt egy mentős srác, egy ajkai mentős, vagy veszprémi, nem tudom, ő segítette a hölgyet megnyugtatni. A kollégámnak egy kisebb felszíni sérülése van az üvegszilánka, hogy megsértette igazából. Én örülök neki, hogy nem történt nagy baj, a hölgy is csak sokkos, hál' Istennek, a kollégám is megúszta, én is. Ez egy nagyon nagy szerencse volt részünkről.